Des centaines d'étudiants de Budapest ont appris à se protéger contre la fraude en ligne lors d'un cyberfest organisé par la police. Dans le cadre d'ateliers interactifs, des agents des services secrets hongrois ont expliqué aux jeunes les risques posés par les pirates informatiques et certains influenceurs. 23 iskola, 34 osztálya, közel 1000 diáknak van lehetősége mai nap részt venni a programjainkon, és hát az a célunk, hogy élményközpontú programokat kínáljunk, és nem titkolt célunk az az, hogy úgy szerezzenek ismeretet a hallgatók, diákok, hogy esetleg nem is tudják, hogy éppen ők tanulnak, és új ismereteket visznek haza. Les experts de l'Institut National de la Cybersécurité ont mis en garde les étudiants contre les dangers des réseaux Wi-Fi publics, sur lesquels nos données personnelles peuvent facilement être volées à l'aide d'un appareil disponible légalement dans le commerce. Vannak olyan eszközök, amelyek egyszerűen tudnak megtévesztő hálózatokat kialakítani, és pont ezért ezek az eszközökkel minden olyan forgalom, ami azon átment, azok megfigyelhetőek, lehallgathatóak, ezért óvaintenék mindenkit, hogy ilyen ingyenes hálózatokhoz akár hozzácsatlakozzon. De plus en plus de personnes sont victimes de fraude en ligne en Hongrie, comme dans le reste de l'Europe, et les jeunes sont des cibles privilégiées. A csalók két évvel ezelőtt 9 milliárd forintot, tavaly pedig már 23 milliárd forintot loptak el a magyar emberektől az interneten keresztül, a Nemzeti Bank statisztikái szerint. Ez azt jelenti, hogy most már gyakorlatilag mindenki veszélyben van, és ezért jó, hogyha megtanulja, hogyan védekezhet az internetes csalások ellen. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.